Zsófa úti óvoda átadás, megemlékezés az aradi vértanúkra. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 7-én 18 óra 5 perckor. Pályázati forrásból egy év alatt kívülbelül megszépült a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti óvodája. Szeptember óta már a csodaszép óvodában töltik napjaikat a Zöldfa úti óvodások. Most a város vezetői Dobos László polgármester, Gyurcsek János és Kovács Szilvia alpolgármesterek, dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselők, a képviselőtestület tagjai Szepesi Tibor, Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, Molnár Pál, dr. Kanász Nagy László, Karcagi Nagy Zoltán és a társintézmények vezetői is megnézhették az óvodát a tervező, a beruházó, a kivitelező képviselőinek jelenlétében. A megújult 40 éves épület három csoportjában 66 óvodás jár, akik közül most néhányan műsorral köszöntötték a megjelenteket. Köszöntőt mondott dr. Fazekas Sándor. Én szeretnék gratulálni polgármester úrnak, az önkormányzatnak, a hivatali dolgozónak, mindenkinek, aki részese volt ennek a munkának, és legfőképpen ahhoz gratulálok, hogy egy olyan tervszerű városvezetési munka, egy olyan tervszerű beruházási munka van itt Karcagon, ami a központi forrásokat ütemezetten fel tudja használni arról, hogy minden évben egy esetleg két óvoda is felújuljon, megújuljon. És ez egy nagy dolog, hiszen a gazdaság által megtermelt többletet tudjuk itt helyben felhasználni. És emellett vannak nyilván további intézményi felújítások is, az állami, illetve egyházi fenntartású iskoláknál is ez jól látható. Most is vannak munkálatok a Kovács Imre iskolánál, az ipari iskolánál, korábban volt a mezőgazdasági iskolánál, egyházi létesítményeknél egyaránt. Tehát ez szintén annak a jele, hogy a városban van egy fejlődés, ehhez illeszkedik egyébként az óvoda és bölcsőre felújítás. És én kívánom, hogy ez a jövőben is így legyen, és ilyen is hasonló alkalmazók lehessünk a részesei. Úgyhogy általa a városi életnívó, az épített környezet és egyáltalán a mi környezetünk az fejlődik, és még magasabb szinten képes azokat a szolgáltatásokat biztosítani, amire minden családnak, minden karcaginak szüksége van. Fazekas Sándor köszöntője után F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő mondott beszédet. Számít az, hogy milyen körülmények között, milyen épületekben, milyen világítással, milyen fűtéssel, egyáltalán milyen komfortfokozata van egy óvodának. Mert ott van egész nap a gyermek, de ott van egész nap az óvónő, a dajka, a segítő, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között. És Karcag, és gratulálok Karcagváros vezetésének, polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, asszonynak és a képviselő testületnek odafigyelt arra, hogy a veteményes kertben, ahol a palánták vannak, a legjobb körülmények legyenek. Hiszen minden óvodánk megújult. Minden óvodánk megújult, és az innen kikerülő gyerekek jó szakmai kézben, szeretetteljes környezetben és modern 21. századi környezetben tudnak elindulni a még nagyobb, nehezebb feladatra az iskolába. Dobos László polgármester is gratulált az óvodának. Egyre több óvoda szépül és épül, és újul meg, ami óriási dolog, hiszen valóban mi úgy indultunk ennek a ciklusnak neki, és a következőnek is úgy szeretnénk, hogy bizony a nevelési és az oktatási intézmények újuljanak meg Karcagon. Kivétel nélkül mindegyik. Teljesen mindegy, hogy milyen fenntartásban van. Hiszen a kormány célja is az, hogy a családokat támogassuk. Segítsük ebben az országban. Nyilvánvalóan egyáltalán nem mindegy, hogy a gyermekek milyen helyen nevelődnek és oktatódnak. Ennek megfelelően természetesen a megyék is ez idomulnak, tehát a legkülönbözőbb topos pályázatokban is az volt a mérvadó, hogy ezek kapjanak egy súlyt, egy dominanciát, és ezek szerint kapják meg a települések a támogatást. Példamutató módon Jászlagykun Szolnok megyében olyan módon, hogy valóban arányosan, tehát senkinek szava nem lehet, és így jutottunk mi is ehhez a fejlesztési lehetőséghez. És mi itt helyben, a képviselőtestület tagjával egyetemben
Ezt a vonalat képviseljük természetesen, hiszen elemi érdekünk, hogy egy olyan generáció nevelődjön és kerüljön ki a bölcsődékből, óvodákból és az iskolából, akik meg fogják állni a helyüket a későbbiek folyamán. Tehát megfelelő neveltséggel, megfelelő oktatási színvonalon jöjjenek ki, és kerüljenek a középiskolákba, ahonnan aztán lehet még tovább haladni és fejlődni, hiszen a városnak, az itt élőknek nagyon-nagyon fontos. Ők fognak bennünket eltartani a későbbiek folyamán, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen színvonalon, és ehhez bizony ezek az intézmények kell, hogy alapot adjanak. Ennek megfelelően dolgoztunk eddig is, és fogunk dolgozni ezután is. A megújult óvoda, amely minden tekintetében energiatakarékos is. Gulyás Ferencné intézményvezető mutatta be, és köszönte meg az önkormányzatnak, a képviselőknek az odafigyelést az óvodákra, hiszen az elmúlt években a város óvodái megszépülhettek, korszerűsödtek, bővültek. Egy teljes körű felújításon esett át. Egy évig voltunk a gyerekekkel távol az óvodánkból, hiszen a tavalyi évet végig egy másik épületben töltöttük, eközben a kivitelezők a tervezés alapján elkészítették ezt a gyönyörű szép óvodát, ami teljesen megújult kívül is és belül is. Mondhatjuk azt, ahogy a gyerekeknek szoktuk mondani, hogy új ruhát kapott az óvodánk, hiszen nagyon szép színes lett, nagyon szép dekorációs elemek kerültek föl az épületre kívülről is, igazi gyermekbarát lett, igazi gyermek intézményé vált most már kívülről is, és belülről is mondhatom, hiszen belül pedig egy nagyon szép színes mosdókat kapott az épületünk, mind a három csoportnak különböző színűek lettek a mosdóhelyiségei, és hát az épület megújulása mellett gyönyörű szépen a butorzatunk is megújult, úgyhogy az esztétikus környezet is adja a gyermekek számára azt a lehetőséget itt az óvodában, hogy egy nagyon szép környezetben teljenek a mindennapjaik. Nagyon nagy volt a beruházásba, a beruházás során nagyon nagy gondot fordítottak az energiatakarékosságra. Ez nekünk is nagyon fontos, hiszen zöld óvodák vagyunk, sőt ez az óvodánk örökös zöld óvoda. Így ez számunkra is nagyon fontos, hogy itt most már egyre kevesebbet kell fűtenünk azért, hogy kellemes idő legyen bent, kellemes hőmérséklet legyen bent a gyermekek számára a csoportszobákban. Épületbővítés nem történt, viszont azok a funkciók, amelyek eddig megvoltak az óvodának, azok most szintén megmaradtak, és egy nagyon modern helyzetben, környezetben fogjuk tudni használni, hiszen a külső teraszok, ami minden csoporthoz rendelkezünk egy-egy fedett terasszal, ezek biztosítják a gyermekek számára azt, hogy a mindennapokban rossz idő esetén is ki tudjunk menni, levegőzni tudjunk, akár kisebb csoportokban mozgásos tevékenységeket szervezzenek az óvonénik, vagy éppen egy kézműves tevékenység jó időben ott valósuljon meg, vagy akár a 10 óra iztatás, az uzsonnáztatás, amikor már az időjárás engedi, vagy amikor még engedi, hiszen még a héten is nagyon-nagyon jó idő volt, és nagyon sokat időt töltöttünk kint a gyermekekkel, és olyan funkciókkal is megújult a teraszunk, mint például rajztábla került a falra, illetve hát nem is tábla, hanem egy olyan festék, ami rajzolható, ami lemosható, tehát a gyerekek fejlesztési funkcióit is különböző modernebb eszköztárral tudtuk bővíteni. Így a csoportszobákban is elérhető lesz majd a vezeték nélküli internet, rendelkezésre áll laptop, projektor, tabletek, úgyhogy ezeket is be fogjuk tudni majd illeszteni a fejlesztési folyamatainkba, ami nem azt jelenti, hogy ezek ott lesznek és állandóan használják a gyermekek, hanem különböző ismeretszerzési funkciókhoz fogjuk használni, hiszen a digitalizált világban, a mai világban már itt az óvodában is találkoznak a gyermekek, meg otthon is találkoznak, és a mi feladatunk a legfontosabb, hogy arra az okos használatra próbáljuk megtanítani őket is majd, és a szüleiket is, és így közösen együtt megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy játszanak, új ismereteket szereznek, megfelelő időt töltenek előtte, nem túl sokat, és ezek az eszközök is a csoportszobába fognak kerülni,
És hát a csoportoknak még egy nagyon nagy előnye, hogy itt a három csoportos óvodánkban minden csoporthoz külön öltözőhelyiség, külön mosdóhelyiség tartozik, tehát egy nagyon-nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságos teret tudunk a csoportok számára biztosítani. A Nemzeti Gyásznapon az aradi vértanúk terén emlékezett a város a 170 évvel ezelőtti eseményekre, az aradi vértanúkra és azokra a hősökre, akik vérüket áldozták a szabadságért. Karcag város önkormányzatának, a járásvezetőinek, óvodáinak, iskoláinak, a pártoknak, a civil szervezeteknek és az intézményeknek a képviselői jöttek el emlékezni. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyén a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjai zászlóbehozatala után a himnusz közös eléneklésével kezdődött az ünnepség. A műsorban közreműködött Kovács Bianka, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulója és a Karcagi Részfúvós Quintett is. Emlékező beszédet Dobos László, városunk polgármestere mondott. A magyar nemzet nem felejt. E nemzeti gyásznap megőrizte jelentését, megőrizte mondani valóját. A magyar nemzet akkor is, amikor a sors a mélységbe nyomta, kiállott az aradi mártírok bálványozott alakjaihoz. 170 év távlatából tegyük fel a kérdést. Mi teszi egy gyásznapot emlékezetünkben dicsőségessé? Miért tesz minket tragikus jelentése ellenére büszkévé? Mi magyarok önmagunk sorsát látjuk vértanúinkban. Tehetséggel megáldott, elveik mellett elkötelezett emberekről szól e nap, a szabadság, a függetlenség eszményéről is szól, amelyért az aradi 13 meghalt. A ránk váró feladat és kötelesség vállalásáról is szól, amelyért áldozatot kell hozni. A szabadságharc bukása hadtörténeti szempontból az ország ellen intervenciót elkövető orosz cári hadseregen múlott, ezt az osztrák hadsereget irányító politikai, katonai elit is jól tudta. Hajnalú osztrák főparancsnok és első Ferenc József császár mégis felháborodással fogadta, hogy Görgei Artúr és fővezéri törzse 1849. augusztus 13-án az orosz tisztek előtt tette le a fegyvert, holott a magyar fél ezzel a nemzetközi közvélemény előtt tudatta veresége tényleges okát. Az osztrák vezetők felháborodása féktelen bosszúvágyba csapott át, a politikai kompromisszum reménye szertefoszlott. A magyar tábornoki kart letartóztatták, és az aradi várba zárták hadbírósági tárgyalásukig. Az aradi foglyok még reménykedtek abban, hogy 1849. október 4-én az uralkodó névnapján amnestiát kapnak. De minden remény szertefoszlott, mert helyette Hajnaú végzése érkezett meg. Másnap reggel 7 órakor Karl Ernst törzshadbíró fölsarakoztatta a tábornokokat és kihirdette az ítéletet. Ezután megbilincselték, majd visszavezették őket a cellájukba, megtagadva tőlük azt a kérést, hogy együtt tölthessék az utolsó napot. Tisztelt megemlékezők! Emlékezzünk kisernő vértanú szavaira. Isten büntesse meg hóhérőinket. És azt se feledjük, amit a beszéd elején említettem, a magyar nemzet nem felejt. Az 1848-49-es magyar szabadságharcot lezáró aradi kivégzések, a szintén ekkor kivégzett gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, a később kivégzett tisztek, így például Kazinczy Ferenc fia, Kazinczy Lajos is, Lajos és társaik példája, történelmi üzenetet hordoz. Az üzenet, amit a honvéd főtisztek hősiességére emlékezve évente megfogalmazunk, a nemzet egésze számára érvényes figyelmeztetésekben ragadható meg. Lélekszámában kis nemzet a magyar, de lelkében óriás. Azonban jövője és további felemelkedése kérdésessé válik, ha a nemzet egésze érdekében nem tudunk együtt és jól dönteni. 170 év után ma ismét döntések és válaszotak előtt állunk. 6 emberöltő igazolta, hogy az idegen eszmék, a szélsőségek
tévútra vihetik nemzetünket. A magyarság jövője a családjára, a nemzetére és múltjára büszke, hagyományaihoz ragaszkodó magyarságban gyökerezik. Isten áldja e napon is mártír hőseinket. A Karcag Városi Önkormányzat nevében Dobos László polgármester, Kovács Szilvia és Gyurcsek János alpolgármesterek, valamint Rózsa Sándor jegyző helyezte el a megemlékezés koszorúját az aradi vértanúk emlékkövénél. Az országgyűlés nevében dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, majd a járás vezetői, az intézmények, a pártok, a civil szervezetek képviselői is elhelyezték virágaikat az emlékműnél. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!